Розглянули наставці ситуацію з постачанням зброї. Ezen a héten a nemzetközi látogatásaim során Ukrajna pozitív jelzéseket kapott a nagy hatótávolságú rakétákkal és a harci repülőgépekkel kapcsolatban, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij péntek esti videóüzenetében. Az elnök kiemelte, a héten a diplomáciai maratonunk volt a legfontosabb. London, Párizs, Brüsszel. Ezekben a napokban mindenhol arról beszéltem, hogy miként erősíthetjük meg a harcosainkat. Nagyon fontos, hogy megállapodások vannak és kedvező jelzéseket kaptunk, fogalmazott az államfő. Ez vonatkozik mind a nagy hatótávolságú rakétákra, mind a harckocsikra és az együttműködésünk következő szintjére, a harci repülőgépekre is, hangsúlyozta Volodymyr Zelenszkij. Але над цим треба нам ще попрацювати. Matt Gaetz, republikánus képviselő csütörtökön állásfoglalást terjesztett be a képviselőházban, amelyben felszólítja a Biden kormányt, hogy állítsa le az Ukrajnának nyújtott katonai és pénzügyi támogatásokat, és egyben sürgeti az érintetteket, hogy a közel egy éve tartó háború után kössenek béke megállapodást. Az állásfoglalás, melyet Gaetz 10 támogatójával együtt nyújtott be, megjegyzi, hogy mióta Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát, az Egyesült Államok az ukrán háborús erőfeszítések legfőbb támogatója, több mint 110 milliárd dollár pénzügyi, katonai és humanitárius segít nyújtott szövetségesének. Januárban az Egyesült Államok további segítségnyújtást jelentett be, beleértve a Biden elnök által jóváhagyott 31 Abrams M1 harckocsi küldését. A szlovák parlament rendkívüli ülését kezdeményezte Robert Fico és pártja azt követően, hogy Eduard Heger, ügyvezető kormányfő megígérte, Szlovákia átadja a MiG-29-es vadászgépeit Ukrajnának, jelentette be pénteken a szlovák közszolgálati hírügynökség. A rendkívüli ülésre jövő hét kedden kerül sor, jelentette be Boris Kollár, a szlovák parlament elnöke. A történet előzménye, hogy csütörtökön a brüsszeli EU csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök Eduard Hegerrel tartott találkozója során azt kérte, hogy Szlovákia adja át MiG-29-es vadászgépeit Ukrajnának. Robert Fico a parlament rendkívüli ülésének összehívása kapcsán rámutatott, alkotmányba ütközőnek tartja Eduard Hegernek a vadászgépek átadásáról szóló ígéretét. A megbukott és ügyvezető feladatokat ellátó szlovák kormánynak nincs jogköre arra, hogy lényegi kül- és belpolitikai kérdésekben döntsön. Még akkor sem, ha azokra az államfő jóváhagyását adná, hangsúlyozta Robert Fico pénteki sajtótájékoztatóján. Az orosz megszállók pénteken ismét átfogó rakétatámadást indítottak Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen. A folyamatos orosz támadások következtében az Ukrenerho Nemzeti Energetikai Társaság transformátor alállomásainak fele és közel 20 hőerőmű megsérült, jelentette be Denis Mihály miniszterelnök a pénteki kormányülésen. A kormányfő hangsúlyozta, Zaporizsja az egyik legnagyobb légitámadást szenvedte el a háború eleje óta, Harkiv is nagyszabású támadás alatt állt. Péntek reggel a támadás folytatódott és egész Ukrajnát érintette. Károk keletkeztek a nagy feszültségű infrastruktúrában és az áramgenerációban a nyugati, közép és keleti régiókban, fogalmazott a miniszterelnök. Ha ehhez hozzávesszük az energetikai létesítményeink egy részének elfoglalását, akkor azt láthatjuk, hogy Ukrajna átmenetileg elvesztette nukleáris áramtermelésének 44%-át, hőerőmű kapacitásának 75%-át és blokkos hőerőműveinek 33%-át, hangsúlyozta a kormányfő. Az elmúlt 4 hónap során az Ukrenerho minden második állomását támadás érte, emlékeztetett Denis Mihály. Az Oktatási és Tudományos Minisztérium szisztematikus angol nyelvű iskolai tanárképzést kíván indítani. Ezt Oleg Jereszko, az Oktatásügyi Minisztérium illetékes intézményének igazgatója jelentette egy kijevi fórumon, ahol bemutatták az úgynevezett angol nyelv ismeretének és tesztelésének nemzeti ökoszisztémája nevű platformot. Feladatunk, hogy szisztematikus képzést szervezzünk mindenekelőtt az általános oktatási intézmények pedagógusai és az első osztályos tanulók számára országszerte, később pedig mindenkinek, aki részt vesz az oktatási folyamatban, fogalmazott Jereszko hozzátéve, hogy ez a kezdeményezés minden pedagógusra vonatkozni fog. Nem csak a filológusok, hanem más tantárgyakat oktató tanárok képzettségén is szeretnének javítani, hogy a kétnyelvű oktatás elemeit is be tudják építeni a tanításba. A szakértők azzal is
érvelnek a nyelvtanulás mellett, hogy a tanárok az így megszerzett tudást a diákoknak is át tudják majd adni. Bilingválne навчання, звичайно, ми не будемо очікувати вже на сьогодні-завтра рівень там C1, C2. A rendkívüli helyzetek állami szolgálata kárpátaljai kirendeltségének munkatársai lavinaveszélyre figyelmeztetnek a Kárpátokban. Február 11-én 2-es mérsékelt fokozatú, február 12-én 3-as jelentős fokozatú riasztás van érvényben. A 2-es mérsékelt fokú lavina veszély esetén kisebb, spontán lavinák fordulhatnak elő. A 3-as jelentős fokú riasztásnál már kis többletterheléstől is lehetséges lavina. Alkalmanként nagy, természetes lavinák is elindulhatnak. Így ezen a hétvégén túrázni és síelni csak is olyan helyeken ajánlott, ahol az útvonal nem metszi a természetes lavinalejtőket. Nem véletlenül sétál be a boltba kollégánk és Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke, hiszen a szervezetnek a közelmúltban sikerült megnyitni a Beregszász belvárosában turisztikai információs központját. Az üzletben olyan hasznos információkat tartalmazó kiadványokhoz juthatnak hozzá, mint a Kárpátaljai Gasztrokalauz vagy a Kárpátalja Magyar Szemmel Utikalauz. A kárpátaljai kiadványok között megvannak a turisztikai tanácsnak a kiadványa is, például itt a Kárpátalja Magyar Szemmel. A turisztikai tanácsnak jelenleg két aktív Európai Uniós projektje is fut. Ezek egyikének részeként pedig vállalták egy információs központ létrehozását is. Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács kettő projektben veszünk részt. Az első projekt ez a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel közösen egy tájházas, élő tájházas projekt. A második pedig egy képzési projekt, ahol Fehér Gyarmattal közösen vagyunk partnerek. Ennek a projektnek a keretein belül volt lehetőség arra, hogy egy információs pontot is létrehozzuk, ahol a Kárpátaljáról szóló különböző kiadványokat tudjuk a hozzánk érkező turistáknak bemutatni, illetve tudunk információval szolgálni a helyi turisztikai látványosságokkal kapcsolatban. Az elmúlt évben a turizmus volt az az ágazat, amelynek a legtöbb nehézséggel kellett megküzdenie, hiszen előbb a koronavírus, majd pedig a háború miatt esett vissza drasztikusan a főként külföldről érkező turisták száma. Az almalekvártól az üveglekvárig, nézhelyi termelőktől, gombafajták. Mivel egyre kevesebb olyan rendezvény jöhetett létre, ahol a helyi kézműves termelők bemutathatják portékáikat, ezért a tanács az információs központon belül egy helyi termékbolt létrehozása mellett döntött. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk a projektjeink elindulását követően. Az első nehézség volt ez a Covid, amikor ugye a turizmus érintette legnagyobb mértékben a járvány, ugye annak a negatív hatásai, aztán pedig ugye a háború kirobbanása szintén a turizmust veti vissza, tehát azt lehet mondani, hogy külföldi turista a Kárpátalján nem is igazán van. A belföldi turizmus az múlt év során valamelyest volt, illetve most is van néhány turista, aki betéved ide az információs központba. Én úgy gondolom, hogy a háborús helyzet ellenére, illetve a nehézséges ellenére fontos az, hogy a helyi termékeket mutassuk a reményt a termelőinknek, hogy igen, meg kell maradni, és tovább kell folytatni a tevékenységet. Bízunk abban, hogy minél hamarabb vége lesz a háborúnak, és ha ezek a termelőink, akik háború előtt dolgoztak, most is sikerül őket megtartani, és továbbra is fognak dolgozni, akkor ha újraindul a turizmus, akkor nem lesz gond azzal, hogy értékesítsék a saját termékeiket. A bolt a Kárpátikum nevet kapta, októberi beindulása óta pedig egyre nagyobb népszerűségnek örvend egyedi termék kínálata miatt. Ebbe a boltba megtalálható a kárpátaljai embereknek a kézműves termékei, és sok minden más is, ami úgymond ajándéktárgynak használható, és ami egyedi ajándék. Nagyon sok kézzel varott hímzéseink vannak, beregi szőttes, ami ugye hungarikum, kárpátikum itt nálunk, házilekvárok, faragványok, kerámia edények, festmények, szóval nagyon sok mindenünk van. Bízunk abban, hogy az idő nehéz próbáidban helytállunk. Van beregi szőttesünk, és van kigyósi is, kigyósor is hozza be szőtteseket. Egyre jobban vásárolják a helyi termékeket, és egyre jobban észreveszem, hogy olyan szőtteseket, amelyikre rá van hímezve, vagy rá van varva magyarul, hogy Beregszász.
Ez nagyon felemelő dolog, és nagyon, nagyon öröm számunkra az, hogy egyre jobban értékelik azt, hogy itt milyen dolgok vannak, hogy milyen finomak a lekvárok, milyen szépen vannak azok csomagolva, hogy milyen ügyes emberek laknak itten. És akkor akik betérnek, azt mondhatom büszkesége, hogy senki nem ment ki az üzletből üres kézzel. A tervekben szerepel, hogy Beregszászhoz hasonlóan több turisztikailag frekventált területen is alakítsanak kárpátikum boltokat. Ugye az az első kárpátai helyi termék üzletünk Kárpátalján. Terveink szerint szeretnénk minden olyan kárpátaljai városban egy üzletet létrehozni, ahol hozzánk kapcsolódó ingatlan van. Akár ugye már megegyeztünk a Munkácsi Magyar Házban is lesz egy ilyen termékbolt. Tiszacsomán a turisztikai látogatóközpontban tervezünk egy ilyen helyi termékboltot létrehozni, illetve Ungváron a Kámkász székház szomszédságában. Tehát úgy gondoljuk, hogy minden olyan frekventált, turisztikai frekventált helyen, ahol fontosabb magyar jelenlét van, ott egy ilyen helyi termékboltra szükség van, és hogyha a háborúnak vége lesz, akkor gondolom ezek a helyi termékboltok meg is fognak nyílni. A háború végét nem csak a turisztikai tanács várja, de az egész ágazat is, hogy ezáltal ismét lehetővé váljon a termékek beszerzése közvetlenül a kézművesektől. A kárpátikum helyi termékek boltja pedig hétköznaponként most is várja az érdeklődőket.